Aki már volt itt ilyen ifjúsági evangelizáción, hitmélyítőn, istentiszteleten, azt tudja, hogy szeretek emberekre ránézni, és akkor eszembe jutnak dolgok, az belül engem inspirál, és akár van születésnap, akár nincs, a végén egész jól összebarátkozunk. És nagyon megragadott, amikor a Lóri arról beszélt, hogy 1980-ban született, mert ahogy így hallgattam, hát hálát adtam, hogy én 1980-ban már 17 éves nagyfiú voltam, és a Könyves Kálmán gimnáziumnak a második, harmadéves tanulója lehettem, biológia, kémia szakon, akkor úgy gondoltam, hogy orvos leszek, mivel a Melány család tele volt orvosokkal, elsősorban körzeti orvosokkal, és gyerekorvosokkal, és én is úgy gondoltam, hogy mivel jó tanulónak tűntem, hát mi más lehetnék, mint orvos. Aztán egyszer boncoltunk hagymát, és lila hagymát, és a lila hagyma kis héjacskáját kellett volna a mikroszkópba beletenni, és szikével boncoltunk, és a szikével sikerült a hüvelyfolyamat elvágni, és ahogy megláttam a vért, ugye elszürkült minden, forgott, a tanár egyre messzebbnek tűnt, és egyre vékonyabb hangon sikítozott, és következő pillanat, amire emlékszem, az az, hogy én leborultam ott, mármint nem imához, hanem azt hiszem jobboldali arcommal a földre, és aztán se kép, se hang, és hát végül is két emeletet vittek le, mert ez a második emeleten történt, és a földszinten volt az orvosi szoba, és akkor ott az ágyon tértem magamhoz. És akkor aznap rá kellett arra jönni, hogy hát ha egy egyszerű hagymaboncolás nem megy, akkor hogy fog menni a giliszta, vagy a galamb, vagy az egér, mert ez is még vált ránk. De hogyha nem bírom a vért, a saját véremet, akkor hogy bírnám a diétét, ugye? És hát annál nincs rosszabb, amikor éppen mondjuk a vakbeledet szeretném kioperálni, és összes is elájulok, de pedig így rám nézel, hogy doktor úr, azért fejezze be. Most azok nagyon nehéz hetek voltak, mert az egész addigi olyan, hát most mondhatnám költői túlzással, hogy 17 évem, tehát nem így volt, ez egy olyan 4 év volt, amikor én azt hittem, hogy orvos leszek, az úgy csődbe ment, és ez bizony eléggé megviselt. Igen ám, de pont 17 éves voltam akkor, 1980-ban, amikor otthon reggelente hittel teljesen kezdtem el imádkozni, és nem csak azt, hogy Úr Jézus, ha vagy, hanem mindegy, azért elmondom, mert olyan jó így imádkozgatni, mert is azt mondta a lelkipásztor, hogy jó dolog imádkozni, hát segíts meg az iskolába. Addig majdnem minden reggel én ezt imádkoztam, este pedig azt, hogy köszönöm, hogy megsegítettél, és még nyilas is volt lőtt, mert akkor ő volt Magyarországon az egyik legjobb focista, és az egy kedvenc csapatomban a Ferencvárosban játszott. És aztán, ugye ez olyan 78-79-ben így ment, és úgy éreztem, hogy hát ez nagyon, most így mondom, nokedli ima harc, ima élet. És valóban, amikor jöttek hozzánk evangélisták, és kérdezték, hogy hát ki az, aki úgy érzi, hogy meg kéne térnie, akkor persze én éreztem, hogy hú, hát ha ez az amerikai bácsi most éppen rám néz, de hát úgy voltam vele, hogy ti is, hogy akire ránézek, az mindig úgy elnéz. Nehogy felszólítson, vagy nehogy már én legyek az, és a többi. Hát én is ott elnéztem, lenéztem. Ugye akkor még nem volt mobil, nem tudtam SMS-ezni. Maximum, hogyha vittem tollat és ceruzát, vagy éppen papírt, akkor arra írkálgattam és firkálgattam. De ennél többet nem tudtam csinálni. Viszont pont ezekben a hetekben, amikor ez a belső tragédia történt velem, akkor Isten meg megszólított, hogy mi lenne, ha komolyan vennél. És ezt úgy belül a lelkemben hallottam. Mi lenne, ha komolyan vennél?
Mi lenne, ha mondjuk nem ülve imádkoznál úgy kényelmesen, hanem mondjuk letérdelnél? Nem a nagypapám, nem a nagymamám. Mert ugye a szüleim már egész korán elmentek reggelente. Ez tényleg Isten ilyeneket tud mondani? És képzeljétek, tényleg tud ilyeneket mondani. Aztán később, jóval később, például az Efézusi levélben megtudtam, hogy Pál apostol is letérdelve szokott általában imádkozni. Ez nem jelenti azt, hogy én Pál apostol vagyok, de azt jelenti, hogy Isten pusztán ezzel az egy mondattal, hogy mi lenne a térdelve imádkoznál, úgy tanított például alázatra. Mert azt azért hozzáteszem, hogy a gimnáziumban az egóm, ami egy ilyen görög szó, és hát mi ezt pejoratív értelemben szoktuk használni magunkra, ez az énünk, az akaratunk, azért az néha magasabb volt, mint én, pedig én is 185 magas vagyok, hát jó, nem akkora, mint a Lóri, de még kell fejlődnöm, majd veszek ilyen magas sarkot. És az egóm az nagyon ott volt, és nagyon nem szerettem, ha bármelyik osztálytársam beszólt nekem, hogy mit kéne, hogy kéne. Én azt szerettem, ha én szólok be neki, és akkor ő mögé felsorakozhatta. És éppen ezért egyedül az orosz órákat nem szerettem, mert oroszban nagyon béna voltam. 4-1-essel indítottam, és emlékszem, hogy a dve búlocski, a búlocski a zsömle, a dve az pedig az ájjunká után ragozott alakja. A két zsömle című rettenet, ez egy olvasmány volt, de abból kaptam életem első 4-esét. Tehát bemifláztam már, hogy nem igaz, hogy orvos akarok lenni, és oroszból nem. Nos, azáltal, hogy Isten térdre kényszerített, ezt a nagy-nagy egót kezdte úgy átalakítani. És a cím, hogy jelentéktelen emberből, tulajdonképpen azt jelenti az én olvasatomban, nem azt, hogy bárkit én sértegetni szeretnék, hanem azt, hogy a történelemhez képest, ugye itt most elmondta a Lóri a 80-as kiadást, én elmondtam a 63-as kiadást, és lehet, hogy te pedig 95-ös kiadást tudnál mondani, egy másik ember 2000-es kiadást tudna mondani, hiszen már 14 év telt el 2000 óta. Tehát sokféle kis történetünk van, de vajon melyikünknek lesz, akár itt Nagyváradon, mondjuk bronzszobra 100 év múlva, hát lehet, hogy egyikünknek sem. Melyikünkre fognak emlékezni a históriákban, lehet, hogy egyikünknek sem, de ettől függetlenül abban a szűk kis pátriárkában, ahol élsz, ott azért fognak rád emlékezni. De ez a történelem Istenéhez képest, ez bizonyos értelemben jelentéktelen. És ugyanakkor, miközben ilyen jelentéktelen emberek vagyunk, mégis érző emberek vagyunk, és itt jön a nagyon lényeges dolog, hogy Istennek mégis fontos vagy. Így. A dühösségeddel, vagy a szomorúságoddal, az egóddal, vagy az egótlanságoddal mégis fontos vagy. Mert teljesen jó feltételezésre jutott a Lóri, hogy tényleg nem a majomtól származunk. Bármennyire is hihetetlen Isten formált bennünket, 139. Zsoltárt tessenek elolvasni, és abban átvitt értelemben ott van, hogy Isten nem csak azt ismeri rólad előre, hogy mikor állsz föl és mikor ülsz le, hova mész és hova nem mész, mi lesz belőled vagy mi nem, hanem ő azt mondja abban a Zsoltárban, hogy a szüleid gondolatában sem voltál még bent, ő már tudta, hogy meg fog születni. Tudod, mint azok a nénik, akik mindig nézték a nejemet, amikor terhes volt, és akkor jött az egyik, így ránézett, és fiú lesz! A másik néni nem hallott ezt, lány lesz! És akkor kérdeztem tőle, hát honnan látjátok ti, hogy ránéztek így ruhán keresztül? Mert hegyes a hasa. Igen ám, csak ugyanarra, hogy hegyes a hasa, egyik azt mondta, hogy fiú lesz, másik meg azt, hogy lány. Mondom, ne jó. Még jó, hogy volt már ultrahang. És akkor ott, ha éppen úgy fordultak, akkor azért a doktornő nagy valószínűséggel
azt tudta mondani, hogy hát ne nagyon gondolkozzak Reginába. És Zsuzsába? Nem, hát van micsodája. Ó, mondom, füle, mondtad, nem kicsit lejje. Nos, hát hadd mondjam azt, hogy ilyen értelemben gondolom azt, hogy ehhez képest viszont az, hogy a Teremtő Atya Isten és az ő Fia Jézus Krisztus ismer bennünket és törődik velünk és fontosak vagyunk, hát ez meg háló, nem? Ugye az egyik énekben azt hiszem énekeltük, hogy halleluja! És hogy folytatódik, mert azt már nem éreztem meg, csak a halleluja. Halleluja? Az életért? Halleluja az életért? Az. Nagyon. Az életért. Nagyon jó. Hát így van. Az életért. És ha már az életnél tartunk, mi az élet körökül? Románul mi az élő világ óra? Mi románul az élő világ óra? Hogy mondják? Szabadfolytásnak. Igen. Mi játszhat, mi egy császúli? Nem elgondoltam, de nagyon szép a kérdésed. Majdnem olyan, mint egy mondatot tudok, ez a Pácsa Domnului, meg a Lárevede erre, de és az a Lui ez benn volt, az biztos valami ragozott alatt. A biológia, az megvan? Ezt használjátok? Biológia, igaz? Na ez az élet. A biológia, a biosz, a bioszféra. Igen ám, csak hogy amikor az életről beszélünk, akkor a Biblia megkülönbözteti a halott szellem életet, ez a biológia, hogy nem születik valaki újjá, nem lesz Isten gyermeke, és van egy másik élet. Na ez az, amit újjászületésnek hívunk. Ez az, amit a térdein tud az ember megharcolni, én is 17 évesen, akkor azt mondtam, Uram, hogyha te tényleg vagy, akkor tegyél csodát. És ne legyek közömbös az irányban. Én ne unalomból akarjam az igét olvasni, hanem legyen friss, mint ahogy a népsportot a kezembe vettem, most nemzeti sport a neve, így valljam a betűket. Vagy ahogy a biológia, vagy éppen a történelemkönyvet, hogy akarjam megtudni, hogy mi a te üzenetet számomra, hogy megértsem a Szentírást. És akkor képzeljétek el, a biológia élet mellett jött a másik élet. És ezt jegyezzétek meg, ez a Zoé. Akinek Zoéja van, annak van igazi élete. Amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy teljes és bővölködő mint legyen életünk, akkor nem a bioszt használja, hanem a Zoé. És minden egyes esetben a Szentírás a Zoét használja, amikor a jelenben történik veled valami, hogy újjászületsz, Isten gyermeke leszel, a fiúság által és a fiúra tekintettel, Róma 8-ban olvassuk ezt, és megváltozik az életed, nem csak földi perspektívája van, tehát nem csak egy biológiai órád van, hanem Zoéd van, örök élet várományosa vagy. Mit szólsz ehhez? Szóval se jutsz látani. Oké. Akkor most nézzünk egy konkrét igehelyet. Az Efézusi Levél második részéből indulunk ma este. Mennyi időnk van? Most 7 óra van. 7:30-ig? 8:10 perc, nagyon jó. Hát akkor van 1 óra 50 percünk a magyar idő szerint. Na nem azért nem akarok senkit elkeseríteni. És nyugodtan, fiúk, ti lesztek az időfelelősök, jó? Ha nagyon unalmas, akkor szóljatok, oké? Sziszegél, Ruben, tudod, mit jelent a neve? Na. Tegnap én nem ezt mondtam, mert képzeljétek el, tegnap egy nagyon aranyos leánykörbe szolgáltam, és amikor Lea, aki egy kicsit bancsa leánk volt, tehát bátorítom a bancsa és csúnya lányokat, hogy még Lea is férhez ment, hát akkor te, hogy ne lennél esélyes? Nos, amikor Lea megszülte az első gyermekét, az Ruben volt, és akkor ezt mondta, és mindig úgy induljatok ki, hogy
hogy általában nem egy napos korában adtak Izraelbe nevet a gyereknek, hanem 4-5 éves kora után. Akkor látták, hogy na milyen típusú, és beszédes nevek, és ott a Ruben azt jelenti, végre szeretni fog a férjem. 4 év után. Úgyhogy lányok, ez a sors vár rátok. 8-10 év után rájöttek, hogy hát mégis szeret a férjem. Na de hát ebben most nem menjünk bele, majd esetleg csinálunk egy ilyet is legközelebb. Tehát Efézusi levél második részben beszél Pál apostol arról, hogy mindenki jelentéktelen emberként születik erre a világra, és mindenki így kezdi, hogy csak biosza van. És Pál apostol ezt írja a szeretei gyülekezetnek, hiszen Efézusban 3 évet szolgált, 2:1, azt mondja, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek, e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik, egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamai, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint épp úgy, mint a többiek. És akkor jön, de Isten ezt nem akarja folytatni. És csak néhány szót erről, hogy mindenki így születik. Van kis tesótok? Van. Na, és a kis tesótokat kitanította arra, hogy nem. Kitanította arra, hogy dacos legyen. Kitanította arra, hogy ellenkezzen vele. Te tanítottad erre? Igaz? Nem. Anyu tanította erre? Nem. Apu? Nem. Nagyi? Főleg nem. A nagypapa, meg ő most nem számít. Tehát miközben megszületik a kistesó, az arany kistesó, az öcsike vagy a hugika, vagy a sokadik öcsike és sokadik hugika, azt veszed észre, hogy van akarata, és az akarat ellenkezik a te akaratoddal, és azt veszed észre, hogy tud dacos lenni, tud hisztizni, be tud szólni neked, hogy így adzumima. Oda megyek, nem leszek itt. A dühös vagyok, nem vagyok nyugodt, és a többi. Hát ez már olyan 14 éves öcsi. És a többi. Tudod? Senki nem tanítja, és mégis bennünk van. Én is ilyen lehettem, csak már nem emlékszem rá. Egyébként valaki emlékszik a anyamében eltöltött időre? Ugye milyen érdekes? Pedig voltál olyan állapotban is. Ugye? Amikor egyetemisták vitatkoznak velem, hogy ők a majomtól származik, én minden kérdezem, és anyád méhében is ez volt a véleménye? De nagy gorillában vagyok. Ha nem, hirtél át. És mondom, születés előtt hittél a születés utáni életbe? Ha abba se hittem. És megszülettél? Igen. És akkor elhitted, hogy tényleg. Hát nem mondom, mi fordítottál is. Tényleg. És mondom, erre emlékszel? Ha nem. Arra, amire általában szoktunk emlékezni, azon 2-2,5-3 éves korunkban indul el, ha valami nagy trauma ér bennünk. De általában lehet, hogy még későre datálható az első emlékünk. Pedig előtte is életünk. Sőt, hát láthatod magad most már videón is, DVD-n is, de fényképeken is. Nekem még ilyen fekete-fehér fénykép van a telefonnal. Ugye akkor az telefon. 13 évet vártunk rá, de a fotósnál volt telefon. Meg kis Maci. Hát akkor ez volt a sűk 65-ben. De akkor is szép élet volt. Csak nem ilyen. Nos, azt mondja Pál, hogy mindannyian így születünk. A harag fiai vagyunk. Szoktatok haragudni? Most kinézitek belőlem, hogy én általános iskolás koromban nagyon sovány gyerek voltam. Nagyon sovány. Ezt nem nézett igaz? De én még nálad is soványabb voltam, képzeld. És egyszer
harmadikos korunkban, akkor én olyan nagyon tac korszakban voltam, meg akkor még négyest is nem haragudtam magamra, meg az egész világra, hogy hogy lehet ez, hogy nem csak ötös. Én ki voltam akadva, hogy addig olyan unalmas volt a ellenőrzőm, jeles, és egyszer nyelvtanból kaptam egy négyes. A múlt idő, a két tél, azt elkéveztem. Na, valaki keres, látod? Na most én is haragszom. Mindenben Petri mondta, hogy mellát testvér már. Na és akkor képzeljétek el, hogy az egyik osztálytársam, aki egy kicsit magasabb volt, mint én, úgy elkezdett incselkedni velem, és elkezdtünk verekedni egy szünetbe, és a osztályterem hátsó részében volt egy nagy tanári szekrény, két ajtós. És abban őrizte a tanárnak a dolgozatokat, meg ilyesmi. És az mindig lakattal be volt szárva. És elkezdtünk verekedni, és hátra kerültünk, és meglöptük egymást, és beestünk a szekrénybe. Ketté tört mind a két szekrény ajtó. Úgy megijedtünk, egybe avartunk. És ott próbáltuk úgy visszaállítani, de hát bejött az Ica néni, és ránk nézett. És akkor a rossz fiúkra nézett először, ugye jó fiú voltam, legalábbis úgy tartottak számon, és akkor, hogy ki volt az? És az egyből volt, Melán. Hát, talán igen, a harag fiúj. Vagy ötödikes voltam, amikor a kishúgom elsős volt, és rögtön az első nap lementem az osztályába, és akkor elmondtam, hogy gyerekek, ő az én húgom, hozzányúl, azt vagyunk meg. És nem akarták elhinni. És aztán tényleg ott próbálkoztak, ugye milyenek az első fiúk, húzogatták a haját, minden, kisúgva feljött a harmadik szünetbe, Pati gyerele, majd! Srác ki az udvarra, hogy azért a tanárok ne lássák, és jó, megvertem. Ledöntöttem a homokozóba, és homokkal teletöntöm a száját. A húgomhoz nem nyúlhat hozzá. Persze otthon a húgomat is kiasztottam, és ez az egy éveken át így ment, hát ő meg jelentett apukának, és akkor a többit azt el lehet képzelni. Igen, a harag fiai voltunk, az ellenkezés fiai, és van, aki nem növi ezt ki, mert magadtól nem tudod kinőni. És képzeld el, hogy milyen rossz az, amikor évtizedekig a harag fiai az ember. Amikor úgy él le egy életet, hogy mindenkire és mindenért haragszik. Most volt 2,5 órám, és akkor elindultam itt ezen a külső főúton, ahol megy a villamos, nem tudom milyen út, de szép, forgalmas. Azon elmentem a McDonald'sig, bementem abba az áruházba, ott körülnéztem. Nagyon drágák a parfümök, mondott, hogy veszek a nejemnek egyet, de 212 rom. Hát egyből rom lettem. Mondom, ugye nekem van 50 romom, mert mondom, ebből nem veszek. Na mindegy, majd kap valami mást a nejem. És akkor nem volt kedvem ugyanott visszajönni, és a sétáló utca szerűséggel mentem ki a körülspartig, és akkor úgy jöttem vissza. És olyan sok ilyen, nem olyan sok, nem így mondom, inkább azt mondom, hogy azért láttam ilyen haragból embereket. Amiket olyan jó lett volna így megszólítani, hogy ne nézzé, szeressé. És láttam, hogy dühös arra, hogy szemergél az eső, dühös arra, hogy neki gyalog kell menni, dühös arra, hogy ott csacsog a kisgyereke, hihetetlen. Dühös és haragos. És hogyha te megszólítod őt, és azt mondod neki, hogy gyere, mert Jézus szeret, akkor mi a válaszod? Arckocsa. Hogy? Hát igen, hagyjál békén. Vagy mint az egyszerű nénének, aki megkérdezte tőlem, hogy lelkész úr, ha baptista leszek, több lesz a nyugdíja? Hát mondom, miért? Hogyha több lesz, akkor baptista leszek? És ő így gondolkodott, hogy akkor igen. És mennyivel legyen több? 10 000-re? 15 000-re? Mennyit ér a lelke? Jézus Krisztusról azt tanítja a Szentírás, hogy nem aranyon és nem ezüstön váltott meg bennünket, hanem az ő drága vérén. Hogy ne így legyen, hogy ne az engedetlenség, ne a harag gyermekei legyünk.
És azért itt pikáns dolgokat is ír Pál apostol, ugye most itt együtt vagyunk, ez kimegy a nagy világba? Akkor nagyon visszafogottan kell erről beszélni. Tehát itt van az, hogy éltünk testünk kívánságaival, a test és az érzékek hajlamaival. Ugye ez most itt a 18-as karika. Hát ti ilyet el sem tudtok képzelni, igaz? Az erosz. Olyan nincs is. De. Hát az elárulom, hogy mégis van. És azt is tudom, hogy bizonyos értelemben, és sokkal nehezebb helyzetben vagytok ezen a téren, mint mi voltunk a 80-as években, vagy én a 70-es években, mert nekem az erosz, az mondjuk 73-ban az volt, hogy Gina Loro Brigida fellépett a magyar tévébe, és akkor láttam a tér D-t. Minden nagy erosz volt. Hát itt ilyen alapon, akkor most minden egyes Isten tiszteleten erosz van. Most kinek nem látod a térdét, ugye? És a mostani fiúk... Na mit kell beütni az interneten, hogy térdet lássál? Csülök? Csülök? Ugye? Kótán pirulás láttál? Ott egyből a hőfok emelkedett, vagy... 3 fokot? És hát tudom, hogy a lányok csak babáznak, sőt csak álmukba elroszoznak. De azért járok be iskolákba, és mondjuk nálatok is úgy van, hogy 9., 10., 11., 12. De és akkor beszoktam menni szeptember elején 9. osztályba, és meg szoktam kérdezni, ugye minden gimiben lányok vannak sokkal többen, mint fiúk. Mint tudom, 32 fős osztályban van 6 fiú és 27 lány, tanárnővel együtt. És akkor meg szoktam kérdezni a 9-eseket, hogy oldjuk a feszültséget, meg hogy lássák, hogy én is emberből vagyok. Ez az első kérdés, hogy ki szűz közületek? És akkor úgy nézzük, pap bácsi, mi van? Mondom, nekem jogom van megkérdezni, mert van feleségem, úgyhogy na ki szűz közületek. És akkor ott még többségében vannak azok, akik még szűzlányok. Most ugyanez az osztály, eltelik 2 év, van néhány osztálykirándulás, meg van néhány olyan üres kecó vagy kéró, ahova el tudnak menni a éppen soros barátjukkal, és ugyanebben az osztályban, 2 év múlva, amikor 11-esek, ugyanezt megkérdezem, ki szűz még közületek, és jön vissza a válasz, hogy ne ezt kérdezze a pap bácsi, hanem hogy ki nem az. És rihegve, röhögve jelentkeznek mondjuk 80%. És őket ez abszolút nem zavarja egyébként. Abszolút nem zavarja, főleg ugye itt belép a csorda szellem, hogy lehet, hogy nekem semmi kedvem nincs hozzá, de már kiröhögnek, tehát ezért akkor gyorsan essünk rajta túl, és egy életre szóló negatív emléket fog majd magához venni, és majd nem fogja tudni, hogy miért rossz a házassága egy életen át, hát azért, mert ezt az emlékanyagot viszi, és ezt fogja kivetíteni a férjére is. Illetve mert nem beszélgetik át ezeket a dolgokat, és ami a legfontosabb, hogy soha nem tud bűnrendezést csinálni. Mert ezektől a dolgoktól, az érzéki dolgoktól, a testi vágyakból eredő dolgoktól nem lehet egy válvonogatással megszabadulni, és nem tudsz úgy megszabadulni, ó, majd férhez megyek, vagy ó, majd megnősülök, mert ezt el kell rendezni. És ott lesz nyomasztrásként az, hogy a bűnöd nincs elrendezve. Bírjátok még, fiúk? És azt mondja Pál apostol, igen, ilyen a világ. Ilyen a világ. Hát nézzetek körül. Azt nagyon, nagyon érdekesnek tartom, hogy ilyen körülmények között mondjuk egy 14 éves korában megtért fiú és lány, hogy tud megmaradni?
Mert biztos, hogy ki lesz téve csúfolásnak. Ó, kis szente. És azért ez óriási erő kell, hogy az ember azt mondja, hogy no, hogy nem. És azt mondja Pál apostol, igen, ilyenek, akiknek biosz életük van. Mennek a testük után, és azt pedig a római levélben írja Pál, hogy a test törekvése az halál, a léleké, élet és békesség. És tudjátok, amikor ugyanebből az osztályból kihívok valakit a szünetbe, és akkor azt mondom neki, hogy most beszélgessünk el négy szem között. És valamit hadd kérdezzek tőle. Hogy még mindig ugyanazzal a fiúval jársz, akivel lefeküdtél. És akkor azt mondom, hány hétig tartott ez a kapcsolat? Azt mondom, 6 hét. És mindig érnek ez a fiú? Hát azt ígérte, hogy halálig fogsz járni. Csak 6 hét után azt mondtad, hogy ő meghalt. És te elvitted, és mondom, és jó volt? És eddig még egyetlen egy lány sem mondta azt, hogy jó volt. Még egyetlen egy sem mondta azt, hogy jó volt. De ott, amikor tömegbe jelentkeznek, vagy tömegbe közlik, akkor mindegyik kihegésbe hőn. Mert ilyen a test, hogy elfedezi azt, ami a lelkedben van. Ezért félreértés ne essék, ezt ti is meg tudjátok tenni, hogy az arcotokon más jelentkezik, mint ami belül van. Csak tudod, az a nagy poém, hogy amikor igazán az ember a másik szemébe néz, akkor pontosan is tudja, hogy mi van benne. És pontosan is tudja, hogy most képmutató, vagy most őszinte. Most mit sem tudom elmondani. De ez így van. Ha a te szemed tiszta, mint van Jézus, akkor az egész tested is tiszta. Ha viszont a te szemed nem tiszta, figyeld meg, valami rosszat csinálsz. Mondjuk 180-nal mész itt a körös parton, és a rendőr leáll. Belenézel a szemébe, amikor kéri a jogsít meg a személyét. Tehogy is nézed a földet, vagy nézed bent az utasokat, hogy segítsetek. Soha nem nézel a rendőr szemébe. Akkor viszont, hogyha minden oké, kiszállsz. Ágyabag az Úr Jézus, biztos, hogy beszél magyarul. Persze, na hát akkor itt van minden. Akkor nem kell semmitől se tartani, akkor belemersz nézni. És figyeljétek meg, ez Káin óta így van. Káinnak mondta először Isten, hogy miért a földet nézed? Miért nem mersz fölnézni rám, Káin? És az édesapja is valami hasonlót csinált, ugye bűnbe esnek, pontosan tudja, hogy ez bűn, és utána elbújik a bokor mögé. Érted? Mint a 3 éves, aki azt mondja, hogy elbújtam, nem lehet. És figyeljétek meg, Isten szeretete már ott is, nem azt mondja az Úristen Ádámnak, hogy Ádám, mit csináltál, hanem azt kérdezi fájdalmas szívvel, hogy hol vagy Ádám? Azt gondolod, hogy el tudsz előlem bújni? Én szeretlek, és szeretnélek helyreállítani. És akkor Pál apostol itt az efézusi levélben nem itt fejezi be, mert van üzenete. Van üzenete a testiség ellen, van üzenete a túlzó vágyak ellen, van üzenete a mindenféle bűnre, van üzenete a helyreállást tekintve. Van üzenete. Tudod, hogy nekünk olyan csetelsz, vagy SMS-ez el. Igaz? Még Isten tisztelet alatt is lehet. Úgy de iszki. Hát csak nem veszik észre. Nos, mi az üzenete Istennek? Hogy ne jelentéktelen ember legyél, hanem Isten gyermeke. Hogy ne egy legyél a 7 milliárd emberből, hanem kiemelkedj valamilyen szinten. És nem úgy, hogy az egód nő meg, hanem úgy, hogy az egód a helyére kerül, és azt betölti Isten az ő természet feletti csodáján keresztül. Ez pedig a korintusi levélben írja, hogy ez az erő, ami a cserépedény életünkben van, ez nem tőlünk származik, ez Isten ereje.
Ha tetszik, mindannyian ilyen cserépedények vagyunk. Igaz, hogy Pál apostol a római levélben azt is írja, hogy vagy nem Istennek, vagy Jézus Krisztusnak a döntésétől függ, hogy az egyik cserép az hímes, mázos és szép lesz, a másik olyan egyszerű. De az a lényeg, hogy nem a cserép külseje számít, hanem a belvecs, amilyen belül vagy. Amilyen belül vagy, az sugárzik ki. Oké? Okay. Ez hihető? Te is elhiszed? Nagyon. És azt mondja Pál apostol, ilyenek voltunk. Épp úgy, mint a többiek. Annyira tetszik ez a többiek kifejezés. Hányszor szoktuk azt mondani, Rubenként, milyen lett a dolgozatod? Hát egyes. De a többieknek is! A többiek is megbuktak! De jött haza a fiam az egyetemről, és akkor azt hiszem, mondjuk 180-an kezdték, és hát írtak ilyen beugró ZH-kat, hogy egyáltalán mehessenek vizsgára, és egyszer jön haza, és akkor mondja, hogy hát nem is mondott semmit. Mert ugye az, hogyha egyes a ZH-t nem szokták kicsekedni. Na de hát egy Jéző szívű édesapa, és én állítólag ilyen vagyok, képzel, így ránéztem, mondom, hogy Ricsikér, mi a baj? Nő? Szívem, nem. Mondom, anyám? Szívem, nem. Tanulás? Igen. Mondom, karó? Igen. Igen, akkor ne haragudj. Csak így átölelt, hogy olyan ölelkezős, meg én is. És mondjam, hogy de apa? De a többieknek is összesen, mit tudom én, 15-en írták meg, úgy, hogy átmentek. Mondom, kisfiam, mi a többiek abszolút nem érdekelnek. Engem te érdekelsz. Szóval akkor mindent megteszek. Hát, meglátjuk. Nos, azt mondja Pál is, mint a többiek. De Isten, és ez az evangélium kezdete, hogy de Isten nem megbüntetni akar, ahogy a világ sugallja, ó, Isten az csak megver minket, Isten meggyaláz minket, Isten megbüntet minket. Nem! Isten megmenteni akar. Az egy másik kérdés, ha te ezt állandóan elutasítod, akkor végül nem tud mit csinálni. Akkor végül nem tud mit csinálni. Ha a tékozló fiú ott maradt volna sertészfenyésztőnek, lehet, hogy hatalmas biológus lett volna belőle, de nem lett volna megbocsátás, és nem lett volna örök élet. De a fiú úgy dönt, hogy nem maradok itt, megpróbálok hazamenni, mert otthon még szolgálnak is jobb lenni. És nem jelentéktelen ember maradt, hanem bekerült a világ egyik legismertebb történetébe, mint tékozló fiú. Lehet, hogy éppen ő is Ruben volt. És amikor hazaért, akkor az édesapja mivel várta? Szíjjal? Szíjjal várta? Ti hogy figyeltem? Kalapáccsal? Laposra verlek, fiam! Végre hazajöttél? Hagyd őskönnyel! Fűrésszel? Ketté fűrészelte? Csúzdival? Nem! Hanem kitárta két karját, és azt mondta, hogy drága fiam, elvesztél, meghaltál, de megtalált téged az Isten szeretete, és föltámadtál, és élsz. És Pál apostol is ugyanezt írja le, hamarabb, mert az efézusi levél hamarabb keletkezik, mint Lukács evangélium, és azt mondja, de Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket, bűnösöket szeretett, minket is, akik halottak voltunk az vétkeink miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. Hát ez a legjobb hír. Ez a legjobb hír. Ez több, mint amikor azt mondják, hogy van diplomád. Mert lehet, hogy nem lesz munkád. Ez több, mint amikor azt mondják, van munkád. De lehet, hogy egy hétvégén se lesz. Vagy van munkád, és lesz hétvégén, csak kevés fizetésed lesz. És az, hogy de Isten az ő nagy szeretete és nagy irgalma. És tudod, a nagy szó az nagyon relatív, hogy kinek mi a nagy. A legkisebb kisfiam, ugye 10 éves, Botonnak hívják, és mindig mellettem ebédel. És azért választotta ezt a helyet mellettem, mert például nem szereti a húslevesbe a petrezselyem szövegét. És akkor az...
És olyan jó pofát vág hozzá, hogy apa megeszi. Vagy a spagettiben nem szereti, hogyha van szalonna darab. Vagy hagyma darab. És akkor ez mindig apának. És nagy tányéron ilyen inci-pinci adatot kér. Neki már az is nagy. A többi három bátyja meg ott csúfolja, hogy jaj, kisegér, meg jaj, nem nősz meg, meg jaj, így, jaj, úgy. Ugye? Neki a kicsi is nagy. Nekünk meg egy falat lenne. Vagy gondolt végig, hogy nemrégiben egy 84 éves nénéhez mentem el, és mondta a lánya, hogy lelkész úr, hosszan csöngessen, mert anyuka nagyot hal. Na hát, nagy csönd volt az utcában, ilyen kertvárosi rész, rácuppantam a csengőre, már a szomszéd is kim volt, ne csöngessen már! Hát mondom, a néni még benn van. Tudjuk! És neki ez a hosszú csöngetés is rövid csöngetés volt. Vagy jártál már úgy, hogy eltört a lábad? Na, kinek tört el a lábad? Ezeket fölvetett. És ugye milyen rossz volt, amikor ott van a lábad, és nem tudtad rendesen használni. És begipszelték esetleg hetekig, és amikor levették a gipszet, mit vettél észre? Hogy sokkal kisebb volt a begipszelt lábad, mint a másik. Mert az izmok elhaltak. És akkor milyen nagyra értékelted, hogy járhattál gyógytornára, és 2-3 hónap után, esetleg egy fél év után, ismét rendesen tudtál járni. A nagy, az nagyon relatív. És így Pál apostol a nagy szót megaként használja. Mega. Ugye Magyarországon van ilyen műsor, hogy mega. Igen, szállátom, átjön ide is. Na hát, csak hát ez egy kicsit költői túlzás, mert ezek a nagy megasztárok már nem is tudunk egy sztárt se felsorolni. Mert ezek körülbelül 3 hónapig mega sztárok, utána meg deka sztárok lesznek, vagy mini sztárok lesznek, és hát kimennek a köztudatból. De Isten nagy szeretete, Isten mega szeretete nem megy ki a köztudatból. Isten mega szeretete, mivel nem csak szerető, hanem irgalmas is. Tudod, miért lényeges mind a kettő? Azért, mert az irgalmas Isten tud megbocsátani, mert fiára tekint, akit ő küldött a keresztre. Nem az emberek küldték Jézust a keresztre, az már csak az utolsó felvonás. Az Atya Isten már ott a mennyben azt mondta, fiam, lemész és meghalsz, mert másképpen nem tudom megmenteni a világot. És Jézus Krisztus lejött, testet öltött, és utána egészen kisgyerekként is tudta, hogy meg fogok halni. És vállalta. És ez a váltság halál az, ami az Isten irgalmát fejezi ki, és az Isten irgalma az, amelyik, hogyha te elmondod neki a bűneidet, hogy Uram, bocsáss meg nekem, akkor ő az irgalmas szívét tudja nagyját nyitni, nagyját tenni. És az, hogy ne csak bűnbánatod legyen, az fontos, amikor jön Isten, és szeret, és szeret. És a szeretet által állít helyre. És a szeretet által cseréli ki a szívedet, kőszív helyett húszív, és a szeretete által kezd el vezetni, és a szeretete által épít föl, és a szeretete által leszel Isten gyermeke. Elhiszitek ezt, amit most mondtam? Szerintetek ez tényleg így van, hogy Isten először irgalmas és megbocsát, és utána szeretet által fölépít? Mert én is így tapasztaltam meg. 2 óráig tartott az én életembe, amíg sírva, zokogva az összes bűnömet elmondtam Istennek. Na volt. És utána a végén még azt mondtam, hogy Uram, és ami most nem jut eszembe, én mindent elhagyok, és mindent kárnak és szemétnek ítélek. Mert én új szívet szeretnék. És tudod, 2 óra sírás után, te már sírtál 2 órán keresztül? Nagyon az intim kérdés volt. Hát nem a szerelmi életedre vagy kíváncsi, hanem úgy tényleg.
És két óra után Isten fölállított, és azt mondta: Attila, most lettél az enyém. Most tiszta a szíve. Most töltelek az én lelkemmel. Most lettél az én gyermekem. És majd gyúrottam a bőrben. Pedig előtte sírtam és zokogtam. És ő megkegyelmezett, mert irgalmas Isten. És képzeljétek el, az történt, hogy azt kértem Istentől, hogy ez tényleg most megtörtént velem, hogy újjászülettem, akkor én hagyd tegyek rögtön bizonyságot. És éppen egy csoporttal voltunk, egy ifjúsági csoporttal, sok helyről Magyarországon egy üdülőbe, és éppen mentünk ebédelni, és ugye én azt imádkoztam, hogy Uram, most szeretnék bizonyságot tenni, és egy állami üdülőnek az állami étkezdébe ettünk, és addig én nem foglalkoztam ott a öreg nénikékkel, akik adták a tárcát, meg a levest, meg a másodikat. És ha mentünk be, akkor mondta a Szentlélek: na, hát ez itt lehet bizonyságot tenni. És én mondtam a Szentléleknek, hogy hát ennek az öreg néninek, annak a fiatalnak nem lehetne. Szóval nem, nem, te annak teszel, akinek én mondom. És a néni adta a tálcát, és kérdezte tőlem, hogy miért mosolyog fiatalember is egyből. Mert most születtem újjá. Azt mondja: Szűz Maria! Na nem, az Úr Jézus! És akkor beszólt: Ica, gyere egy bolond! Hú, pár csinkolnak is, újjá születtem. Értitek? De ez hihetetlenül jól esett nekem. És aztán azt is megérhettem, hogy két nap múlva már Ica néni is ott ült, meg ez a Magdi néni is ott ült, meg másik három is ott ült, és már öt ilyen fehér köppenyes, 55-65 év közötti nénnek tehettem bizonyságot, hogy Isten mégis van. Nem is, hogy mégis, Isten van. És engem is szeret, és önöket is szereti. Persze mondták, hogy és akkor mi vagyunk ilyen szegények? Ma azt nem tudom, de szeret. Az nem az én problémám, de szereti önöket. És ugye egyetlen egy dolgot nem tudtak elsumákolni, amikor azt mondtam nekik, hogy van legalább egy bűnük, ez alatt a 60 év alatt, vagy 55 év alatt, vagy 50 év alatt. Na, erre nem tudták azt mondani, hogy nincs. Mert egymás felé is azért volt irítség. Hát minden nő, nem? Kivéve, aki újjá születe, az nem így a másikra, az nem borult ki azon, hogy megy az utcán, és ú, nekem is ugyanilyen ruhám van, na már vetem is le egyből, ha hazamegyek. Vagy az nem borul ki, hogy neki jobb hangja vagy, vagy hosszabb a haja, vagy sűrűbb a szemöldöke, és a többi, és a többi. Nos, Pál apostol így folytatja: kegyelemből van üdvösségetek. És utána még valamit, hiszen kegyelemből, 8. vers, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez jelen időben, mindenkor, folyamatosan. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem a cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, amit a múltban elkövettetek, tehát nem lehet így megjavulni. Lehet, hogy most valaki itt van, és akkor azt mondja: ó, én elhatározom, hogy na megjavulok. Nem fog menni. Átmenetileg. De nem fog menni. Az életedet kell átadni. Ez olyan, mint Kulcsák Tibor testvér mondta, nagyon tetszett, megjegyeztem, hogy amikor újjászületünk, akkor Isten a lelke teljességét adja nekünk, nem pedig részdarabokat. De akkor tudja a teljességet adni, ha teljesen üres vagy. Tehát nem megjavulni akarsz, hanem elhagyni. Nem kicsikét kozmetikázni, hogy mondjuk hazugság helyett azt mondod, hogy füllentés, vagy paráznaság helyett azt mondod, hogy hát csúnya dolgok, hoppó. Vagy rablás helyett azt mondod, hogy hát nálam maradt. Hát persze, odaállt erre, ezt azt mondtad, hogy nem adod oda, megélnek. Ugye, nálam maradt. És Kulcsák Tibi úgy folytatta, hogy a hasonlatot megjegyezzük, hogy amikor ő elvette a feleségét feleségül, nem azt mondta a felesége szüleinek, hogy adjátok nekem a mosogató lányt. Ugye az egy ilyen részfeladat. Hogy adjátok nekem a porszívós lányt.
hogy adjátok nekem a pelenkázós lányt. Nem azt mondta, hogy adjátok nekem a lányatokat. Hopsz, úgy egy az egyben. És így van, amikor újjászületünk. Isten nem csepegtetni akarja az ő lelkét, hanem adni teljesen. És ez az, amit elfogadhatsz. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Akiben pedig nincsen Isten lelke, az még nem Krisztus fia. Az még nem született újjá. És az még nem Isten gyermeke. És azért figyelem, azért valamit tisztázzunk. Hogy ha te már megtértél, nagyszerű, köszönöm. Hogyha én, és mi a kereszteved? Az is szintén. Hát, hogyha én az Eunikának azt mondom, hogy mondd el a megtérésed történetét, akkor én nem arra vagyok kíváncsi, és nem azt szeretném először hallani, hogy az Eunika azt mondja, hogy én 2000, mondjuk, mit mondjak most, 2009. november 25-én merítkeztem be. Oké? Mert nem a bemerítkezéskor kell újjászületni és megtérni. Előtte. Oké? Mi itt egy kicsit úgy hibázunk, mert nagyon sok olyan megtérés történetet hallok, amikor azt mondja, hogy itt és itt merítkeztem be, és azóta boldogan követtem az Úr Jézust. De hogyha te nem tudod elmondani, hogy mikor tértél meg, akkor erre szükséged van. A bemerítés önmagában nem üdvözít. Ha azt megelőzi az újjászületés és a megtérés, akkor egy fontos dolog az életünkben. De az újjászületés üdvözít. Az újjászületés üdvözít. Oké? Ezért nézd ma magadba adott esetben, hogy csak bemerítkeztem, vagy tényleg meg is tértem és újjászülettem. Hogy Isten lelke tényleg bennem élek. Hogy tényleg Isten gyermeke vagyok. Hogy tényleg Isten szent lelke vezet engem. Hogy tényleg tudok neki engedelmeskedni. Hogy tényleg értem a szavát. És tényleg akkor is tudok neki engedelmeskedni, amikor valami olyan, mint kér, mint Pál apostol életében is látjuk, azt írja, Troászba kerültem, nem volt velem egyik munkatársam se, bár az Isten nagy ajtót nyitott, hogy Troászba evangélizáljon, de nem volt a lelkemnek nyugalma, és tovább kellett mennem. Azaz az újjászületésed után is lesznek harcaid, küzdelmeid, de tudod, hogy melyik oldalon állsz. Oké? Okay. És ez nagyon lényeges, hogy tudd, hidd, és el is tud mondani, hogy én újjászülettem, felülről. Jó, Eunika, de ez biztos így tudom mondani. És mikor merítkeztél be egyébként, ha már így négy szemközt vagy? 2009. Ha! Aztán! Látod? Jó van. Pedig nem voltam. De a lélek az népsül. Mert azt nem sokta meg, hogy így van, de ezt nem is baj. Nos, végezetül, nehogy Ruben jelezze, az utolsó mondat itt a 1:10-ben. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Hát az első. Ugye az előbb mondtam egy Zsoltárt, emlékeztek mi? Nagyszerű. Spiller vagy. 139. Zsoltár, ugye azt a Zsoltárt ajánlottam, hogy olvasd el, és megtudod, hogy Isten formáltatásod formát tudta, hogy mivé leszel, és Pál apostol itt hozza. Az ő alkotása vagyunk, csak itt a belsőre is utal, hogy a szellemed is él. Mert amikor a tested kész, a psziché, a lelked kész, akkor még a szellemed halott. A szellemed akkor kezd el élni, amikor újjászületsz. Onnantól kezdve él a szellemed. Addig csak a lelked. A lélek is tud jelezni. A nem hívő embereknek is van lelkiismeret furdalása. Őket is bánthatja a lelkiismeret, és a többi, és a többi. Csak az egészen nem tudnak mit kezdeni. És a Szentlélek azért nagyon fontos az életünkben, mert ő a bűnbeesésünk előtt, a kísértési fázisban figyelmeztet.
figyelj, nem jó. Ne tedd meg. Szóval olyan jó lenne egy olyan bizonyságtételt hallgatni, ami ezt megerősíti, mint egy fiú részéről, hogy igen, tényleg mellettestőnek igaza van, meg az igének igaza van, és Jézusnak igaza van, hogy a Szentlélek az a bűnbeesés előtt figyelmezte. Ne tedd meg. Itt igazolsz, hogy így van? És a Szentlélek nem fog téged lekötözni, a Szentlélek nem fog felettébb nagy hegyeket eléd állítani. Néha megteszi, hogy visszafogjon és a többi, de van, amikor csak ilyen nagyon halk hangon, de határozott hangon is felismerhető hangon mondja, hogy nem. Mint az angyal Péternek, amikor kiszabadította. Azt mondja neki, azt mondja az abcsel, hogy oda ment hozzá és megbökte. Biztos Péter csúnyán horkolva aludt. Megbökte, hogy legyen vége a zenének, kelj föl. És utána csak annyit mond, kelj föl. Aztán annyit mond, vedd föl a sarudat. Aztán azt mondja, a felső ruhád is. Utána meg azt mondja, halogít, kövess engem. Érted? És nem kezd neki magyarázni, hanem csak egy-egy ilyen vezényszót mond. És a Szentlélek ugyanígy szól hozzánk. Ne. Még ne. Most ne. Tilos. Nem szabad. Fogd vissza. Vegyél vissza. Kisodródsz. Fékezz. Vagy indulj. És hogyha engedelmes vagy, akkor a kísértés nem fogad meg, és nem lesz belőle bűn. Mert a bűnnek is van ilyen kihordási ideje, és a Szentlélek szeretné, hogy ne a bűnt hord ki, hanem akkor mit? Akkor mit csináljak? Ugye fiatalok kérdezik, hogy hát de Attila, hogyha megtérek, hát akkor nem olyan besavanyodott életet kell élni. Ezt se csinálhatom, azt se csinálhatom. Ha megtérsz, tuti életed. Tuti életed. Persze, egy csomó olyan dolgot, amit a többiek csinálnak, akik a harag fiai, akik a testük meg az érzékük befolyás. Igen, ezt nem. De mindent csinálhatsz, amit Jézus ajánl. És nagyon sokféle lehetőséged van. És ő ezeket a jó cselekedeteket előre elkészítette, hogy azok szerint éljünk. Jó cselekedeteket előre elkészített, hogy azok szerint éljünk. Csak rajtunk múlik, rajtatok meg rajtam, hogy jelentéktelen emberből Isten gyermekeként élhetsz itt ezen a földön. És ráadásul sorozatos, jó cselekedeteket követhetsz el. Hát ez meg a legszuperebb. És a jó cselekedet arról ismerszik meg, hogy Isten képére formáltattunk, azaz tudunk jót tenni. És nem magunknak kérjük a dicsőséget, hanem így fölfelé tudsz mutatni, hogy ez Isten tette. Ez a különbség a humánus ember, meg a hívő ember. A humánus ember is megtesz jó dolgokat, de utána benyújtja a számlát, hogy hát ennyi. Vagy minimum igen, egy plecsnak. A hívő ember pedig hátrá tud lépni, és azt tudja mondani, hogy hát az Úrért tettem. Hogy az Úr által tettem. És hogy milyen dolgok derülnek ki. Ki az, aki vezet közületek autót? Az. Ki az, aki saját pénzen szokott tankolni? Azért már jóval kevesebb. Tehát akkor voltatok már benzinkútnál, amikor tankoltatok. Ki az, aki már látott olyan hölgyet, aki nem tudta a tanksapkát letekerni, nem tudta leemelni a benzin csövet, és hát ott gyengélkedem. Láttatok már ilyen jelenetet? Aha, igaz? Néha előfordult. És múltkor Márcon én is beálltam egy szinte üres benzinkúthoz, és pont a mellettem lévő
egy Suzuki volt, egy idősebb hölgy volt, de nagyon szép bundája volt, és láttam, hogy ott kerülhet a Suzuki körül. És hát én megtankoltam, és hát annyira szép bundája volt, hogy gondoltam, hogy intelligens. Ugye az ember azt nézi, amit a szemében megállapít. És így átszóltam neki, hogy segíthetek? Mert a benzinkutas valami miatt nem tudott ki. Hát azt mondja, fiatal ember, jaj, már megérte, hát az érdemes jót tenni. Egyből 80-as lettem. Fiatal ember, tudna segíteni? Fogalmam sincs, ez a férjem kocsia, hogy hol van itt egyáltalán a tank. Hát én is körbe mentem, ezt láttam, hogy pont az ellenkező oldalon. Aztán mondtam neki, hogy ott elő valaminek kell lenni, valamilyen kis ketyerének, de láttam, hogy nem ért magyarul. Tehát a ketyerét nem értett, akkor kinyitottam az ajtót. Azt mondja, jé, kinyír! Nagyon jó. De azt mondja, még itt van egy ilyen forgó. Oké, azt is kinyitottuk. Tehát kérdeztem, hogy milyen, dízel vagy benzines? Jó. Hűha, gondolom. Azt mondja, feljön a férjemet. Gondolom, tessék. Kiderült a benzines. Oké. Mert az a only akármi, az nem volt rajta. És akkor megtankoltunk, és közben elkezdtünk beszélgetni. És kérdezem őt, hogy mondom, és hol tetszik ilyen szépen menni a barátnőjére? Azt mondja, mennek az operaházba. Amikor még kell egy kicsit tankolni, az veszem. És mondom, mit tetszenek megnézni? Hát azt mondja, a kékszakálló herceg várjál. Mondom, az nagyon jó, mert két szereplős, és csak 46 perc, és ahhoz képest, hogy Bartók írt, egész hallgatható. És mondom, nem véletlenül a Melát Andrea lesz a Judit, az a női főszereplő. Azt mondom, de, ismeri? Mondom, ahogy. Jaj, azt mondja, tényleg, hát hogy ilyen rendesek, melátok, mondom, nem ilyen, nem azért vagyunk rendesek, mert melátok, hanem azért, mert a húgom is hisz Istenbe, én meg még inkább hiszek Istenbe, mert én pap vagyok. Azt mondja, református, mert nem baptista. Akkor egy kicsit elakadt a lélegzetet, de aztán tovább segítette a bent ülő hölgy, mert így letekerte az ablakot, és akkor egyből kiszólt, hogy hát tudod, ezek gyűjtik a cipős dobozt. És akkor egyből meg is beszéltünk, hogy akkor ők 10 cipős dobozt hoznak, mert hát segítettem. És ez csak az egy millió jó cselekedet köszönöm. És nem nekem kellett bezsúlázni, hanem lehetek bizonyságot tenni. És ezek annyira jó. És sokkal jobb így járni. És persze, azért azt hadd áruljon nektek, hogy ne odaszűjjétek rólam, hogy én mindig annyira az Úrban vagyok, hogy minden nap tudok neki teljesen engedelmes. Ezért vagyok én is bűnös. És ezért szorulok kegyet, ugye? De amikor Isten megbocsát, mert azt mondja, hogy ezt is megtehetted volna, és nem tetted meg, ezt is én szerettem volna, hogy megted, és mégsem tettem meg, és Istennel rendezem, és megbocsát, akkor megint helyreállít. És mehetek tovább úgy, mint az a bizonyos núbiai kincstárnok, akit etióp kincstárnoknak is hívnak, azt olvassuk, hogy Fülöpöt elragadta a Szentlélek, és elment az Azótoszba, ő pedig tovább ment az ő útján. Tudod, hogy mi következik? Örömmel. Érted? És milyen jó, amikor az ember tényleg örömmel tud tovább menni az ő útján. Nem a bűn terhevel, hanem azzal, hogy Isten gyermeke vagyok. És én holnap arról szeretnék beszélni, mert ma innen indultunk, hogy bűnösként születünk, ilyen értelemben jelentéktelenként,
Második. De Isten mégis figyelemmel kíséri az életünket, és számtalan lehetőséget ad arra, hogy letegyük és elhagyjuk a bűneinket. Ezáltal Krisztus szeretete és irgalma által megbocsát nekünk, helyreállít, egy csomó jó cselekedetet ajánl föl, és így lehetsz Isten gyermeke, és élhetsz az ő dicsőségére, a bűneid ellenére, mert kegyelmet adva megbánod, és holnap pedig azzal fogunk foglalkozni, hogy Isten szent lelke hogyan tud bennünket vezetni. Ez a téma érdekel titeket, hogyan vezet Isten szent lelke. És hogy mik azok az akadályok, amik ezt a vezetést szeretnék tévútra csábítani, vagy szeretnék megakadályozni. És aztán majd csütörtökön, ha Isten értet, akkor pedig arról lesz szó többek között, hogy hogyan tudunk még inkább úgy bizonyságot tenni, hogy az ne erőltetett legyen, hanem Isten lelke által történjen. Hogy tényleg legyen az egy célunk, mert ez a legjobb jó cselekedet, valaki mást Krisztushoz vezetni. Na ez a legjobb dolog a világ. Amikor a barátod, vagy a barátnő, az apukád, vagy az anyukád megtér. És ezért te teszed a legtöbbet, mint az a kis rabszolgalány, aki Naámának azt mondta, hogy Naámán bácsi, tudom, hogy elvetted az életemet, mert én csak egy egyszerű 10-15 éves rabszolgalány vagyok, de a mi Istenünk az az igazi Isten, és a mi Istenünknek van egy Elizeus nevű profétája, aki még téged is meg tud gyógyítani. Jó mondta? És meggyógyult Naámán. És ez a kislány és te is lehetsz ilyen. Mert amikor valaki megtér a te szeretteid közül, és újjászületi, az sok bűnt elfedez. És a tetteid ragyognak az égen, mint a csillag. Hát nem lenne jó így ilyen? Szerintem igaz? Milyen egyszerű? És ez várhat ránk. Legyen így. Amen. Köszönöm te néked, Úr Jézus, hogy eléd jöhettünk. Köszönöm, hogy te nem azt nézed bennünk, rajtunk, hogy vagyunk felöltözve, hogy milyen magasak vagy alacsonyak vagyunk, hogy hány évesek vagyunk. Mert ez pontosan tudod, és nem ez érdekel téged. Téged az érdekel bennünk, hogy gyermekeidként élünk, hogy a te lelked tud befolyásolni minket és betölteni, vagy sem. Köszönöm a te irgalmadat és kegyelmedet, amellyel minden bevallott bűnünket megbocsátottad, és amellyel helyreállítasz. És köszönöm azt a hihetetlenül nagy, de mégis valóságos szeretetet, amelyel átölelsz, magadhoz ölelsz, és adod lelkedet, hogy betöltsön minden egyes nap, hogy az ő vezetésére hallgatva valóban lássuk szinte, hogy mit kell tennünk, hogy halljuk a te hangodat, és engedelmeskedjünk neked. Úr Jézus Krisztus, nagyon szeretünk téged, fogadj bennünket, amint vagyunk, és te tölts meg az életünket sok jóval. És köszönjük azokat az ajándékokat, amit éppen azért adsz, hogy Krisztus testét tudjuk építeni. Köszönöm te néked a készséget és a képességet arra, hogy bizonyságot tegyünk az embereknek rólad, és arról, hogy milyen munkát végeztél bennünk. És kérlek téged, hogy a körülöttünk élő emberek, akár itt Nagyváradon, vagy a környező településeken, vagy éppen ott Váncon, hadd találkozhassanak rajtunk keresztül veled, és hadd születhessenek újjá, és hadd változzon meg ez a világ, ez a föld. Uram, köszönöm neked, hogy ezért készítesz jó cselekedeteket, és köszönöm, hogy ezek szerint lehet és van szabadságunk élni. Adj akaratot is ehhez. És kérlek, áld meg az én testvéreimet, akikkel most itt együtt voltunk ezen az estén. Köszönöm az ő életüket. És kérlek, mondd, hogy
hogy lássák meg ők is, hogy mit szeretnél velük holnap, vagy holnap után, vagy azt után tenni, hol szeretnéd látni őket, ott, hogy megérezzék és meglássák, hogy te nem csak jó vagy, hanem neked terved van az ő életükre nézve is. És kérlek, hogy ha te akaratoddal megérkezni, akkor akinek hitre kell jutni, az hagyd tudjon hitre jutni Jézus Krisztusban. Akinek szabadulásra van szüksége, az hagyd tudjon szabadulni a bűneitől és helyreállni. És akinek bátorításra, buzdításra van szüksége, az hagyd tudjon megbátorodni erre a jó szolgálatra. Kérlek, fogadd el az én hálámat, köszönetemet, hogy most is, ma is itt voltál. És Uram, hadd imádkozzak alázattal a holnapi napért, hogy akkor is legyél velünk, hozz el bennünket, és adj üzenetet onnan felülről. Amen. Amen.